A Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon tartották a hagyományos éves kerekasztal beszélgetést, ahol a társszervek és a megye média szolgáltatói ültek össze annak érdekében, hogy a jövőben is hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. Iskola kezdéskor megnő a közlekedési balesetek veszélye, erre is külön felhívják a figyelmet. Az őszi iskola kezdés mindig kihívások elé állítja nem csak a rendőrséget, hanem az állampolgárokat is, hiszen elmondhatjuk azt, hogy nyáron mindenki hozzászokott egy kicsit lassabb tempóhoz. Ez szeptemberben igencsak felgyorsul, tehát a közlekedőknek, mind a gépjárművezetőknek, mind pedig a gyalogosoknak alkalmazkodniuk kell ehhez az új felgyorsult helyzethez. Mi minden évben, így idén is azt kérjük mindenkitől, hogy próbáljanak meg a napi sietség, a napi rutin mellett is egy picit lelassítani, figyelni nem csak önmagukra, hanem a többi közlekedőre is, hiszen a reggeli sietség sokszor balesetveszélyes helyzeteket is teremt. A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több baleset vagy haláleset következik be országszerte, muzsgázmérgezés következtében. Szüreti időszak jellemző veszélyforrás a muzsgázmérgezés, a szőlő erjedése során felszabaduló szénmonoxidot hívjuk muzsgáznak. Ez egy színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz. Amikor belépünk a pincébe, ezek pincék ugye jellemzően nehezen szellőző helységek, ez felgyűlik a padlótól egyre följebb ez a gáz, és oxigénhiányos állapotot tud előidézni. Megelőzés érdekében beszerezhetünk gázérzékelőt, de klasszikus gyertyás módszer is hatékony ennek a veszélyforrásnak a detektálására, megelőzésére. Ez pedig úgy néz ki, hogy egy gyertyát gyújtunk, ugye az égéshez oxigén kell, és a gyertyát térd magasság vagy annál lejjebb tartva lépünk be a pincébe, amikor elalszik a láng, abban az esetben hagyjuk el a pincét. Országosan a katasztrófavédelem megközelítőleg 50 muzsgázmérgezéssel kapcsolatos riasztással számol évente.